Ezen a kedvenen hordom, mert hogy ugye mondom, mert hogy nagy egy kicsit, de volt boldogság? Megadták a módját azért Balaton közepén. De lájász volt, hogy nem mondok, akkor kifele utok. Tényleg? Na hát pénteken megnyitó Tokióban az ötkarikás játékokon, majd aztán te vasárnap utazol a nagy eseményre. Mennyire élsz együtt az olimpiával? Hát az utolsó napok ezzel egy kicsit ilyen rohanós, pakolós, teendős dolgokat kell csinálni. Most is Pestről érkeztem visszaedzésre, mivel PCR-teszteket kell még végezni az utolsó két nap az utazás előtt, és Pesten csak a C-labos akkreditált tesztelőt fogadják el. Úgyhogy nagyon készülök, csak most még ezek a dolgok még így elveszik úgymond a figyelmem, de már vannak olyan pillanatok, amikor egy kicsit már izgolósabb, de ha belegondolok, még két hét van nekem a versenyig, úgyhogy ez még elég sok idő, de már érzem tényleg, hogy olimpiára készülök, és hát úgy tervezem és úgy csinálom a programom, hogy holnap tudjam nézni a megnyitót, napközben egy óra körül lesz itthon a tévében, úgyhogy ebéd közben majd megnézem a megnyitót. Ugye az utóbbi időben azért igencsak mozgalmas napjaid voltak. Azért is kérdeztem, hogy mennyire tudsz az olimpiával együtt élni. Igen. Hát mozgalmas és izgalmas éven volt. Sajnos a rutin térműtétem kicsit hosszabb ideig, a gyógyulás hosszabb ideig nyúlt, mint gondoltuk. Ugyebár a műtétem után én trombózist kaptam, a vádlimban egy vérrög alakult ki a műtét következtében, nem kaptam vérhigítót. És emiatt hát két hónapot ki kellett hagynom. Voltak nagyon-nagyon rossz pillanataim, nagyon rossz éjszakáim. Volt olyan, amikor úgy volt, hogy teljesen az egészet úgymond fel kell adnom. De szerencsére vissza tudtam jönni, és úgy érzem, hogy fizikailag is vissza tudtam jönni, és remélem, hogy elég volt ez az idő. Persze utólag okosabbak leszünk majd az olimpia után, hogy mennyire volt elég ez az idő, de azért két hónap kimaradt, úgyhogy ez sok. Meg hát azért mentális pluszt is kaptál most az utóbbi napokban. Igen. Egyébként az egész évben így lelkileg, mentálisan így megerősödtem, és sok rosszat kaptam, ami által megerősödtem, és most az utazás előtt megkaptam egy nagyon pozitív dolgot, amit ki is viszek magammal, ugyebár igen, most ezen az ujjamon hordom, de hétvégén megvolt a lánykérés, és ez egy olyan plusz löketet ad nekem, és tényleg így a Bálint is velem lesz így az olimpián, így a gyűrű formájában is, és tudom, hogy mindig mögöttem van, és támogat. És látni, hogy most már a körmeid is harcra készen vannak, mint ahogy általában ezt megszokhattuk a nagy versenyek előtt. Igen, a húgom a műkörmösöm, és hát tegnap pingáltunk, ugyebár az öt számot rárakta az egyik kezemre, a másikra meg egy olimpiás magyaros, és hát barack sem maradhatott le egy barack mancsot is, úgyhogy így tényleg a kezemen így mindenkit is kiviszek, úgy mondták Bálint is, barack is rajta van, az olimpia, az öttusa, Magyarország, úgyhogy teljesen készen vagyok az útra, még az utolsó edzéseket, simításokat végezzük itthon, és még hát lesz 10 napunk aklimatizálódni kint. És hogy érzed, hogy a nyakadba is kerül majd valami? Hát én nagyon bízom benne, ezért megyek. Nagyon igyekezni fogok. Én szeretnék dobogóra állni, ez nem titok, ez a vágyam. Most már ez a 3. olimpiám lesz. Az első 2 olimpiám nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna, és amire képes lettem volna. Úgy érzem, hogy képes vagyok. Egy pontszerző helyett mindenféleképpen szeretnék hozni, de dobogóra szeretnék állni. Érzem, hogy jövök vissza fizikailag is, úgyhogy bízom benne, hogy sikerülni is fog. És tényleg, hogyha a vívás összeáll, a lovaglás összeáll, akkor szerintem ez lehetséges. Gondolkodtál már egyébként azon a napon, vagy mennyire szoktad így fejben lezongorázni magadban a versenyt? Nagyon sokat gondolok rá. Nekünk volt szerencsénk 2 évvel ezelőtt kimenni Japánba, és félig meddig Japánban a versenyhelyszíneken versenyeztünk. Úgyhogy el tudom képzelni, a vívás az pont ugyanabban a csarnokban lesz, ahol már vívtunk, úgyhogy oda tudom képzelni magam, úgyhogy nagyon sokszor elképzelem. Biztos, hogy izgulós nap lesz, de hogy tényleg az izgulás, ez csak egy ilyen jó izgulás legyen, hogy ne vigyen el rossz irányba. Erre készülök mentálisan is, ugye pszichológus segítségével is készülünk, meg hát az összes többi számot is elképzelem, csak nem mindegyiknek a helyszínét tudom. Ugye a mostani nemzetközi ötös a mezőny, az rendkívül kiegyenlített abból a szempontból, hogy a rutinos, már idősebb versenyzők is szép eredményeket érnek el, de hát ott vannak már a fiatal feltörekők. Most az olimpia talán abból a szempontból egy kicsit más, hogy pszichésen talán nagyobb a teher. Hogy szerinted az a javadra válhat, hogy
te már a rutinosabbak közé tartozol? Bízom benne, igen, hogy a rutin, meg az évek most a felén fognak billenni. Emlékszem az első olimpiámra, tényleg az a nagy mindenség elvitt, és nem úgy sikerült, és nem tudtam annyira koncentrálni. Most már tudom, hogy mit, hogyan kell csinálni, és mire kell koncentrálni. Habár ez egy elég furcsa olimpia lesz, hogy nem lesznek nézők, nem lesznek ezek a plusz nagy dolgok, mellette más dolgok lesznek, tényleg ez a folyamatos ellenőrizgetések, csekkolások, hőmérsékletnézések, ilyen plusz dolgok lesznek, amihez még én sem vagyok, még nem lehet ez hozzászokni. De én bízom benne, hogy így tényleg a rutin az így mellettem lesz. De tényleg a fiatalok nagyon jönnek fel, nagyon szépen versenyeznek, de ez egy nap lesz, akkor kell legjobbnak lenni, és most úgymond egy kicsit örülök annak is, hogy nincs selejtező, csak úgymond egy döntő van, úgyhogy egyszer kell odaállnom úszni nagyon keményet, a többi számba is, meg egyszer kell nagyon keményet futni, és erre most úgy érzem, hogy képes vagyok. Meg hát ugye a vívás, ami sorsdöntő lehet a mai jöttusában. Igen, sorsdöntő is lesz, meg fogja adni az alaphangot. Ugyebár augusztus 5-én vívással kezdünk, aznap csak a vívás lesz, a rendes mindenkivel 1 perc 1 tusos vívás, és 6-án lesz a női döntő, ahol már csak a bónusz vívás lesz így vívásként, de ott a többi szám is csatlakozik hozzá, illetve a fiúknak 7-én lesz ugyanez, úgyhogy 5-6-7 az 5 tusa. Ugye említetted, hogy a korábbi olimpiákon már szereztél tapasztalatot. Ugye Londonban 33-dik, Rióban 17-dik lettél. Mi az, ami mindenképpen változtatni kell? Mi az a legfontosabb tapasztalat, amit el tudsz magadban raktározni és abból építkezni majd most Tokióban? Igen, most ahogy így mondtad a számokat, azért mosolyogtam bele, mert többen kérdezték, hogy ez a számsorrend akkor most úgy jön ki, hogy ott elő kell lennem, igen. Egyébként hagyj javítsal, aki nem kijavítás, de 16. lettem hivatalosan Rióban, mert utólag a kínai lányt eltiltották dopingvédség miatt. Úgyhogy mindenki ugrott egyet előre, úgyhogy igen, így lettem 16. egy évvel később talán. Hát amit említettem már, hogy Londonban nagyon fiatal voltam, tapasztalatlan, elvitt a sok űhó, nem tudtam annyira koncentrálni. Nagyon fontos, hogy egy nap lezajlik minden, és egy esélyünk van, és tényleg a vívásra úgy kell odaállni, utána az úszás, mindig újabb és újabb számok, a lovaglásnál is bő egy percünk van, és akkor nagyon ott kell lenni fejbe, hogy nagyon fontos, hogy mentálisan hogyan készülünk oda, és hogyan állunk oda. Emlékszem még talán a riói olimpiám előtt, még ott aggódtam, hogy úristen, nem aludtam jól, jaj, most mi lesz, és ezeket már tudom kizárni, nem baj, hogyha előtte egyet nem alszok jól, előtte, ha végig jól alszom, akkor nincsen semmi probléma, úgyis meg tudom oldani, ott minden egy kicsit olyan izgulósabb volt, elvittek ezek a dolgok, most így próbálok mentálisan is felkészülni, és tényleg, ha bármilyen úgymond probléma, vagy nem úgy alakul a napom, ahogy vagy nem úgy kelek föl, akkor is tovább lépni. Hát nagyon sokat segített ebben ez az egy év most, hogy tényleg a sok rossz ellenére is próbáltam pozitívan odaállni, és megoldani a dolgokat. Most is, hogy trombózisom lett, persze volt egy-két nap sok megint, de hogy próbáltam megoldani a feladatot. Ugye a szakosztályon belül van egy olimpiai bajnok, Vörös Zsuzsanna. Esetleg tőled kértél tanácsokat? Igen, nagyon sokat beszélünk. Van, hogy edzések után kimaradunk a vívóteremben, és múltkor is már ilyen 8 óra körül mentünk, úgy elment az idő, nagyon sokat beszélünk. Elmondja a tapasztalatait, azért ő egy olimpiai bajnok, ő megélte azt a napot. Neki is volt rossz olimpiája, és jó, és elmondta a különbségeket, amiből nagyon sokat lehet tanulni is. Nagyon sokat segít, illetve hát napi kapcsolatban vagyunk, és hát kint leszünk most még 10 napot Japánba, de mondta, hogy nyugodtan hívhatom bármikor, de igyekszem azért nem az ő alvás idejében. Ugyebár 7 óra eltolódás lesz, úgyhogy majd kintről is nagyon sokat fogunk beszélni, skype-olni. Ez segítséget jelent, hogy edzői stáb is utazik veled? Igen, mindenféleképpen nagyon jó érzés, hogy nem egyedül megyek úgymond innen Fehérvárról. A Vivo edzőm Korpona is lenő végig kint lesz velem az olimpia ideje alatt is, illetve előtte megyünk edzőtáborozni. Ott a futóedzőm Vitéz László lesz velem, de az olimpia idejére ő már hazajön. Illetve hát a lovas edző most a mi edzőnk Sors Attila lesz, ugyebár a válogatott lovas edző, úgyhogy ez is egy plusz dolog, hogy innen Fehérvárról jön, és így hogy mondjam, egy kicsit olyan nyugodtabban biztonságot ad nekem ez, hogy ott vannak velem. Erre a különleges helyzetre, most nem a nézők nélküli olimpiára gondolok, hanem a
a rendkívüli intézkedések, amik tulajdonképpen azt a célt szolgálják, hogy a vírus ne legyen jelen az olimpiai faluban. Ez mennyiben okoz gondot, vagy ismerkedtél már a helyzettel, hogy mi az, amire figyelni kell? Hát mi ugyebár az utolsó turnusok egyike leszünk, akik kiutaznak, úgyhogy én abban bízom, hogy mi kimegyünk, már úgy kialakul egy jobb rendszer. Most azért vannak olyan dolgok, vagy hallok olyanokat, hogy még nem minden csiszolódott, de szerintem mire megyünk, addigra már úgy minden rendszer is ki lesz rendesen épülve. Hát biztos, hogy fura lesz, és plusz dolgokat kell csinálni, már itthon is plusz dolgokat kellett egy másik telefon, egy másik SIM-kártya. Folyamatosan lássanak, kövessenek minket, merre járunk, folyamatosan nézni kell, tesztelgetni kell. Igazából most már 2 éve erről szól itthon is az életünk, ugyebár ez a koronavírus miatt megnehezült, de most már minden napunkhoz hozzá tartozik, úgyhogy ez egy olyan plusz dolog, amit meg kell csinálni. Tehát most is utazgatni kell, még előtte tesztelgetni, ez egy ilyen plusz dolog, de hát ez vele együtt jár. Hát bízom benne, hogy most jöttek már a rémhírek, hogy mennyi pozitív koronás lett kint Japánban, hogy ez így megáll, és nem lesz ebből probléma, és megtartják az olimpiát, mert olyan rémhír is jött. Hát most már bízom benne, hogy egy nap az olimpia előtt nem mondják le, én készülök, és hát bízom benne, hogy meg is ússzuk, és minél kevesebben lesznek pozitívak. Kicsit előre szaladunk az időben, ugye augusztus 8-9-10-e környékére, akkor szerinted milyen hangulatban térsz majd haza? Hát én nagyon bízom benne, hogy jó. 9-én jövünk egyébként haza, közvetlen járattal. Mi vagyunk, hát mi is az utolsók között szerepelünk az olimpián más sportágakkal, és 9-én jön haza egy olyan járat, ami az utolsó sportolókat, illetve a stábot úgymond hazahozza. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy jó hangulat lesz mind a repülőm, mind egyébként. Én már abban bízom, hogy 6. este már én nagyon jól fogom érezni magam. És ha bár én úgy tudom, hogy nem mehetünk ki szurkolni a fiúknak, de bízom benne, hogy kimehetünk és teli. Hát üvölteni sem lehet, szóval elég furcsa szabályok vannak, úgyhogy nem tudom, hogy fogok szurkolni, de nagyon fogok szurkolni a fiúknak is, és bízom benne, hogy tényleg ez a 6. este, 7. 8. ez már nagyon jól fog kint állni, és 9-én meg nagyon boldogan jövök haza, és olyan délutáni órákba száll le a gépünk, és minél többen majd várnak.